dicsérte őt Hornyák Zsolt is. Nagy Krisztián kapja a labdát, a nagy gólok szerzője Kecskeméten. De hát ez Suhodovskira is igaz, Banó Szabó közben. Az nagy helyzet, és ott az első kecskeméti gól. És milyen jól megérezte Szabó István, hogy bizony Horváth Krisztófert ezúttal be kell rakni a kezdőcsapatba, és ünnepelnek a vendégjátékosok. Hamar jön az első találat, már a 6. percben a mérkőzésen. A 3. élvonalbeli találata Horvátnak a Ferencváros, és a Debrecen után a Puskás Akadémia kapuját is beveszi, és egy nagyon tudatos és szép összjáték, Banó Szabó adja a gólpasszt, és tehetetlen volt Tóth kapus ennél a helyzetnél, de hát kifigyelt a középen érkező Horvátra, ez a nagy kérdés, 11-es pont környékéről, kicsit előbbről, szép gól közelebbről, szép gól